katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, kinek személye köré, nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás kultusz. A mai videóban Szent Miklós legendájáról lesz szó, de arról a kérdésről is lerántjuk a leplet, hogy vajon mi a különbség a Mikulás és a Télapó között. Mindenek előtt azonban megkérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra, és nyomd be a kis harangot. Így biztosan nem fogsz lemaradni a legújabb videóimról. Szent Miklós a hagyomány szerint a 3. században született Kis-Ázsiában, gazdag, kereskedő család utódaként. Szüleit kiskorában elveszítette, egyik rokona nevelte föl, s ő ismertette meg a kereszténységgel. Megtérése után Miklósból püspök lett, aki jótékony célokra használta felbusás örökségét. A történetek szerint az éj leple alatt aranyat vitt azokhoz a házakhoz, ahol jó lelkű, ám de szegény családok, gyerekek éltek. Bőkező ajándékát erszényben helyezte az ablakokba, innen a szokás, miszerint a gyerekek megtisztított cipőjüket az ablakba helyezik, és így várják a Mikulás érkezését. Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött. A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni a 3 lányát, mert nem volt pénze hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, ám a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy személyét felfedve segítsen. Ezért titokban az éjszaka leple alatt 3 erszényt dobott be az apának, aki így a lányokat férjhez tudta adni. A Szent Miklós nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás kultusz, mint népszokás. A különböző népek kultúrájában szinte mindenütt feltűnik a hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakálú, nagy csizmás alak. Viszont a püspök legendája a különböző népek ajkán más és más változatban él tovább. Így a különböző népek különbözőképpen nevezik őt. Hol Szent Miklós, hol Nikolaus vagy Mikulás, máshol pedig Télapó vagy éppen Karácsonyapó. Sok vizuális elem, amit ma a Mikulással azonosítunk, például a sapka, a szakál vagy épp a piros ruha, a 19. századi New Yorkból ered. Egy 1821-es gyermekkönyvben Santa Claust egy idős emberként írták le, aki egy rénszarvasok által húzott szánon közlekedik. 1863-ban egy amerikai grafikus egy magazin felkérésére megalkotott egy Mikulás illusztrációt. Gyakorlatilag ez tekinthető a mai Mikulás ábrázolás alapjának. Mivel a leírások, rajzok alapján a Mikulás hideg helyen él, ahol van hó, ahol látszik a sarki fény és ahol élnek rénszarvasok, így lakhelyét illetően csak néhány esetőség jöhetett szóba. Így a legenda szerint a Mikulás az északi sarkon él. Pontos lakhelyét senki sem ismeri, de a Mikulás birodalom központja Finnország legészakibb részén, Lapföldön alakult ki. A mai finn Santa Claus tehát alapvetően Szent Miklós legendái alapján formálódott meg. Többen hisznek a Télapó létezésében, vannak akik tagadják. Legyen bárhogy is, annyi bizonyos, hogy a Mikulás története nagyon régre nyúlik vissza, és a legenda alapja mindig is a jóságos, kedves alak, a gyermekek megajándékozója. Nevezzék őt bárhogyan is.